ezeket vettük néhány napja. Nem volt a bal, te láttál ilyet, vagy? Nem, még hál' Istennek. Hogy megnézed, hogy ebben mi lehet, vagy ez egy fogalmat sincs, vagy nem? Party pics. Na, viszont kálcium és magnézium van benne. Fontos lehet az egészséghez. Barátom így egy napon beállított az akkori lakhelyemre, és egy kis lefóliázott, tehát ilyen kompakt fóliát, ilyen kis piros, kenderleveles fóliázott gramos kiszerelésben. Nagyon szépen, akkori világban nem is láttam még ilyet. Azt is mondta, hogy és akkor jól szívjunk. Végül is azzal jött, hogy neki ebből van több, és hogy árusítgatni kéne ezt. Mire mondtam, hogy hát próbálkozzunk. És ez egész odáig ment el, hogy ezt csak így tele lett mindenem azzal, hogy az ismerőseim így a hétvégéjüket azzal töltik el, hogy az akkori helyeket így szambázzák végig, hogy valamihez hozzájussanak, és így tettem egy ajánlatot a srácnak, hogy hát én ebbe szívesen beszállnék. És akkor lett egy saját ügyfélköröd is. Hát ügyfélkör, meg egy pár kicsi leágazás, stb. Meg hát ő rám testálta az akkori ilyen egyéni ügyfeleit is. Hát szerintem akkor azért ezt a várost így valamennyire lefettem. Szarás közben is csörgött a telefon, meg hajnal kettőkor is csörgött a telefon. Sőt, igazából már nekem kellett egy idő után saját egyéb hálózatokat kialakítani, hogy azért mégis legyen valahonnan valami, ami megfelel a közönségnek. Hát a közönség szava szent. És ez hány évig mentek? Nem sokáig, hát egy jó fél évig, Isten igazából. És a rendőrségtől nem féltél, vagy a lebukástól? Nem igazán. Csöngettek nálam ilyen számomra ismeretlen, fiatalosnak öltözött négy ember. Hülye fejemmel beengedtem őket. És akkor eljárás? Hát 11 hónap előzetes. És akkor ott a mandatot megállt az én ilyen jellegű karrierem egyszer és mindenkorra. Fű, hasis, trip, speed, valamilyen herbárium, tehát ilyen opiátszer, még mindent. Az egy másik történet, én ezt most nem akarom feszegetni annyira a kokain kérdést. És a heroin? Az egy ilyen próba, tehát én összetettem a kis kezemet azért, hogy ez nem az én világom. És milyen volt az ügyfélkör? Tehát kik voltak a 90-es években a fogyasztók? Teljesen vegyes. Művészek. Persze. Ott ült nálam, mit tudom én, az elfogásom előtt másfél órával egy híres filmrendező, akit akkor még nem volt az, és hogyha ott találják nálam, lehet, hogy nem készülnek el a híres filmjei. Igazából ilyen MBI hálózat volt ez valamilyen módon. Multilevel marketing. És voltak a nagy vásárlók, tehát aki, mit tudom én, nem egy-két gram valamivel, vagy egy-két darab valamivel rohangászott hozzám, hanem, mit tudom én, ment másik nagy magyar városba, jött és akkor mondta, hogy ebből 50 kell, és így tovább. Én így egy-két hétre való dolgot kaptam, egy-két hét múlva fizettem, és akkor jött a következő, tehát így. Meg hát nyilván, tehát ez nem rajtam állt javarészt, hanem fölöttesek, hogy ki, aki fölöttem állt és beszerezte annak, hogy jöttek össze a dolgok. Tehát volt úgy, hogy mit tudom, így vártunk, hogy hazajön-e már, megjön-e már, stb. Az egész, tehát akik ismerték, így mentek az egymás közötti üzenetek, hogy na, mit tudtok róla, megjött-e már, stb. És akkor mit tudom, 11-re vártuk, de hajnal 4-re érkezett meg, és akkor megnyugodott mindenki, hogy ja, jó, rendben van, elintézte, meghozta. Az akkori kedvesemmel együtt buszon, ami ment ki Hollandiába, ott ült egy fiatalember, aki kifejezetten azzal a szándékkal ment, hogy ott bevásároljon magukat. Ezt meg is tette, és be is indította valahol az ország déli részének is termelését, és mikor legközelebb már Hollandiába jártam, tehát egy év múlva vagy fél év múlva, akkor már így a helyi menülistán ott volt
a helyiség nével ellátott brutál című Szegedi brutál, Szegedi boszorkány. Igen, ez hogy ott volt. Kultúráját kereste az ember, tehát azért, ha valamivel foglalkozol, az egyrészt a napi beszélgetések szintjén az ember ezzel foglalkozik, másról se beszélsz, csak az anyagról. És akkor ezt misztifikálod, fetisizálod, olvasol utána, megtárgyalod másokkal, filozofálsz róla, filmeket nézel, zenéket szerzel be, tehát az egész, legalábbis az én esetemben ilyen kulturális plusszal együtt járt. Igazából olyan anyag nem volt, amihez kötődnék. Tehát ezért is nem, tehát a kokaira rákérdeztél, az egy szadjuk, az megrángatott engem rendesen. Amikor az akarás már olyan kétségbe esetté tud tenni, azért az nem jó. Mit tudom én, elfogy, és akkor négy kézláb mászva, hogy a lakásban minden kis fehér szemcsét így nézegetek, tehát azért ez egy súlyos állapot, én azt hiszem. Akkor az ember idáig jut, hogy teljesen szétszakítva már így, és mindent kutat, itt 30 négyzetméteren, ami fal leesett, minden néz, hogy az-e vagy nem, tehát azért ez egy nagyon-nagyon súlyos állapot. Az a fajta évszázados kultúra, ami megvan azért az ember mindenfajta igényeiből, hogy kilépjen egy kicsit a hétköznapokból, mást akar csinálni, vagy éppen unja magát, és vagy éppen szentségre vágyik, tehát a misztikus élményre akármi. Ahhoz képest egy ilyen tablettácska, tehát ez nem arról szól, hogy te a személyiséged vagy az életed számára egy olyan kiszállást keresel, aminek később is lehet jelentőség, hanem egész egyszerűen egy pillanatot így csinál. Könnyebben akarok beszélgetni, ugyanaz, mint az alkoholtól, amit vár az ember. Kicsit feszültségoldás, lazaság, na meg nyilván a divat. Idővel minden szubkultúra, hogyha valaki rákattan és üzletet akar belőle csinálni, akkor idővel minden bálvány leomlik. És lehet, hogy csak az öreg ember beszél és vitázza a fiatalokat, de én azt hiszem, hogy egészen más volt a szellemi, meg egyéb hozzáállása ehhez a dologhoz.